az évforduló az Orgona 20 éves évfordulója, tehát betöltötte a 20. évét. 1999. november 13-án avatták fel. Közel 54 éven keresztül nem volt orgonája a templomnak, hiszen köztudott, hogy a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatokat bombázva, ugye székesegyházunkat is romba döntötték. A nagyon értékes freskók mellett az orgona is teljes egészében elpusztult. Az akkori hangszer egy körülbelül 40 regiszteres hangszer volt. Most ez a mostani lényegesen több, ez 54 regisztert számlál, 54 hangszín lehetőséget. Az orgona történetéről még annyit, hogy ez a szűkös több mint 50 év, ezt gyakorlatilag egy ilyen egy-két áthidaló megoldással oldották meg. Volt egy Ádám József féle kisebb hangszer itt a templom karzatán, aztán volt egy Wurlitzer gyártmányú elektromos hangszer, amelyet nem nagyon szerettek használni, hiszen a hangja nem volt kielégítő. És ebben a szűkös esztendő, ezekben a szűkös esztendőkben gyakorlatilag 86-ban jött el az az elképzelés, hogy újra kellene építeni a nagy orgonát. Létesítettek is egy alapot erre a célra, meg is indult a gyűjtés. Aztán Fábián Árpád püspök úr halála annak idején akadályozta meg az orgona létrejöttét, és aztán Konko István püspök úr pedig nyilvánvalóan első körben fontosabbnak tartotta a templom belső helyreállítását. Ő neki köszönhető, hogy majdnem régi fényében tündököl, ugye majdnem a freskók hiányoznak, a mennyezetfreskók, és aztán 99-re jött el az az alkalom, hogy az orgonát is lehetett pótolni. A hangszer a régi orgona megmaradt képei alapján impozáns méreteit felelevenítő vörösfenyő orgonaházban található, 12 méter magas az egész orgona, és 4 szinten vannak az úgynevezett művei, tehát amiket itt látunk, a 3 manuál, illetve a pedál 4 szinten, illetve a szerkezeti egységek, a motor, a különböző mechanikus részek így vannak elhelyezve. Alapvetően hangszíneit tekintve egy romantikus orgona, de nagyon-nagyon szépen lehet rajta minden kornak a műveit, művészetét játszani. Ezért is választottam Johann Sebastian Bach egyik művét. Nagyon-nagyon szép, karakteres hangszínei vannak. Azt még el kell mondanom a hangszínekhez kapcsolódóan. Az orgonát az Aquincum orgonagyár építette, budapesti orgonagyár, de nagyon sok olyan hangszín található az orgonában, ami késő romantikus, az augsburgi Jézus Szíve templom Steinmeier orgonából származik. Ez egy ajándék volt annak idején az egyházmegye számára. Ez elsősorban a második és a harmadik manuál sípsorait, illetve a pedál egyes regisztereit jelenti. Ennek köszönhetően is nagyon szép kerek, puha hangzásokat lehet kihozni a hangszerből.